Az egyik pillanatban még tankönyveket vettetek át, a következőben pedig már az évvégi vizsgatantárgyait húzták. Kezdetét vette a vakáció a Bíbó István Gimnázium tanulói számára. A 2018-2019-es tanévben a végzősökön kívül 197 diák vehette át a bizonyítványát, és mindösszesen három tanuló kényszerül pótvizsgát tenni augusztusban. Az iskola diákjai tanulmányi, azaz tantárgyi átlaga 4,24 század, ez idén is nagyon szép eredmény. A magatartási átlag 4,55, a szorgalmi pedig 4,12 század lett az idei tanévben. De úgy gondolom, ez is egy programokkal, élményekkel teli év volt, nagyon sok feladattal, de úgy gondolom, hogy pozitívan lehet értékelni, hiszen a diákjaink nagyon szép versenyeredményeket értek el, nagyon sok helyen megmérettették magukat, és úgy gondolom, hogy a teljesítményükkel, viselkedésükkel, hozzáállásukkal, felkészültségükkel nem csak az iskola, hanem a város hírnevét is öregbítették. A tantestület döntése alapján évfolyamonként a legkiemelkedőbb tanulókat emlékplakettel és pénzjutalommal díjazta az iskola. Az idei évben a 9. évfolyamból Kovács Hunor Lehel, 10. évfolyamból Németh Nóra, a 11. évfolyamból pedig két tanuló, Pap Eliza és Pap Rebeka is kitüntetésben részesült. Mindig nagyon örülök neki, mert ez egy nagyon jó leső elismerés, és akkor azért mégis jó tudni, hogy így kiemelnek, és a munkánknak azért van eredménye. Egész évben nagyon keményen dolgoztam azért, hogy tényleg ezt az elismerést megkapjam. Sokat tanultam, rengeteget sportoltam emellett, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy végül is enyém lehetett az évfolyam első díj. Könyvjutalmat kaptak még azok a diákok, akik tanulmányi versenyeken értek el szép eredményeket, valamint szorgalmukkal mutattak példát bíbós társaiknak. Mint az iskola igazgatójától megtudtuk még, minden osztály 4 egész fölötti átlagot ért el, ez a tavalyi évhez képest is előrelépést mutat. Ez a tanulók hozzáállásának és a pedagógusok kimagasló munkájának köszönhető.